Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Itt felül és alul látható az ő gondolata. Ez a szerelmes pár kettőtöket szimbolizál. Itt lesz közelség, hiszen szeret téged, és szüksége van rád. Itt az egész világ jelentheti azt, hogy boldog veled, amikor legszívesebben átölelné az egész világot. Ez a kép utalhat külföldi kapcsolatokra, vagy utazásokra is. Ha ő távol él, akkor szeretné azt, ha meglátogatnád őt, vagy ő látogat meg téged. A kép azt is jelentheti, hogy tervez veled egy utazást. Itt a sarokban van a négy szimbólum, a kehely, a kard, az érme és a bot, tehát a víz eleme, a levegő eleme, a föld eleme és a tűz eleme. Ez jelenti a belső egyensúlyt, de jelenti az évszakokat is. Tavasz, nyár, ősz és tél, és a négy évszak az pontosan egy év. Az azt jelenti, hogy egy éven belül szeretné ő a terveit megvalósítani. Az érzelmeit itt látjuk bal oldalon. Lesz mozgás, hiszen közeledik hozzád. Átnyújtja számodra az aranykelyhet, ami jelenti az érzelmeid, tehát kimutatja az érzelmeid. Itt a főpapnő jelentett egy szertartást, egy spirituális területet, de a bizalmat is, hogy ő érzi azt, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. Sőt, itt láthatóak a csillagok, itt is a bizalomról van szó, hiszen érzi azt, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban meg van írva, sőt, azt is tudja, érzi, hogy ez a találkozás nem volt véletlen. És mit fog tenni, az itt látható. Itt a képen láthatóak az érmék. Jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással, de itt nálad még vannak korlátozások. Az érmék jelenthetik a belső értékeket is, hogy úgy érzed, hogy nem kapsz elég elismerést. De ő közli veled, hogy megvan az erőd, megvan az életerőd ahhoz, hogy bebizonyítsd magadat. És itt látható a termés, ez gyümölcsözni fog. Változtass valamit a hozzáállásodon. Azon kívül ez a kép jelenthet egy újjászületést. Ez a felvétel július 3-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Rohini holdházban van, és az szimbolizálja a szép szerelmi kapcsolatokat. Sőt, Vénusz bolygó, a szerelem bolygója egy nagyon jó kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval, ami jelenti a manifestációt, jelentheti a biztonság érzetét, a stabil párkapcsolat kiépítésének a lehetőségét. Szaturnusz bolygó visszafele halad, és ez jelenti a múltat, hogy valaki visszatér a múltból, ezek lehetnek kármikus témák is. Itt ennél a visszafele haladó mozgásnál meg kell, hogy említsem, hogy a bolygók nem mozognak ebbe az irányba, tehát nem visszafele mozognak, hanem a bolygóknak különböző a sebességük, és
A Földről tekintve számunkra úgy tűnik, hogy bizonyos időszakokban egy bolygó visszafele halad. Ez olyan, mint amikor a vonaton ülünk, és más a sebesség, és a másik sínen van egy másik vonat, és számunkra úgy tűnik, mintha az a vonat visszafele haladna, holott nem így van, hanem mert a sebességük más, és akkor így látható számunkra. Pontosan ez történik a bolygóknál is. Tehát nehogy úgy gondoljátok, hogy a bolygók megfordulnak, aztán visszafele mozognak, nem erről van szó. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák, ami a szerelmet illeti. Itt van hozzá a kulcs, légy biztos ebben a párkapcsolatban. Ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, ezek lesznek a lehetőségek. És ez az utazás. Itt van valaki a háttérben, aki figyelget benneteket, és nem akarja azt, hogy te meglátogasd őt, nem akarja azt, hogy ő meglátogasson téged. Vagy az is lehet, hogy a te környezetedben van valaki, és te boldog vagy, elmeséled azt, hogy itt lesz egy nyaralás, és valaki irigy rád. És itt a csillagok. Ő bízik abban, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a csillagokban megvan írva. Ez a közeledés. Itt a szív látható. Tehát megbízhatsz az érzelmeiben, ez a férfi szeret téged, kimutatja az érzelmeit. És a főpapnő. Itt vannak ugyan még korlátozások, de tisztázódnak bizonyos dolgok. Kell a türelem, a te életerőd. Ő segít neked, vagy felhívja arra a figyelmedet, hogy bízd magadban, és kéz a kézben megoldódnak itt majd a dolgok, hiszen segít neked. Átnyújtja a kezét. A korlátozások. Ez egy átmeneti időszak, hiszen ez a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, sőt, itt látható az újjászületés. Változik a hozzáállásod, változik valami a környezetedben. De ez a kígyó lehet egy nő is a munkahelyeden, aki nem dicsér téged, inkább kritizál, és emiatt lehetnek ezek a korlátozások. És itt ez az uralkodó hölgy. A korlátozások elmúlnak, hiszen az egerek eltávolítják ezt, vagy eltávolítják ezt a nőt a környezetedből, aki mindig akadályoz téged, és akkor lesz itt változás, egy újjászületés, kéz a kézben megoldatok bizonyos dolgokat. Ez a kép jelenthet szerződéseket is, ha ez a terved, hogy szeretnél valamit változtatni a munkahelyeden, megvan rá a lehetőség. Az ő jelenlegi helyzete. Itt látható, hogy tisztázódnak bizonyos dolgok nála, vagy látni akar téged, vagy tudja azt, hogy mit akar, biztos a dolgában. És a te jelenlegi helyzeted. Itt a kereszt erősíti a hitedet, itt lesznek döntések is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba számíthatsz változásokra.
És ez volt az általános szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!